Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Közel 500 diák lépett színpadra a Pápai Református Kollégium Tánclánc Alapfokú Művészeti Iskola vizsga előadásán. Az egésznapos program során három blokkban mutatták meg tánctudásukat a pápai és környékbeli diákok. A bizonyítványba jó jegyek kerülnek majd, melyeket a vizsga és az egész évben nyújtott teljesítmény figyelembevételével határoznak meg a pedagógusok. A Tánclánc 11 telephelyen van jelen Pápán és környékén, ez a szám a következő tanévben még 4-jel nőni fog, még több növendéke lesz az iskolának. Jelenleg 398 beiratkozott diákkal dolgoznak, és ehhez jönnek még az óvis csoportok. A tanárok a környező óvodákban, a városi óvodákban és a falvakban is dolgoznak azért, hogy legyen honnét feltöltjük az intézményi létszámot. Így a vizsgaműsoron közel 500 növendék mutatkozott be. Mozgalmas tanévet zárt a Tánclánc Művészeti Iskola. A táncosok sok rendezvényen vállaltak fellépést, és nagyon jól szerepeltek a versenyeken is. Mind a színházi tánctagozaton, mind a néptánctagozaton, mind a modern tánctagozaton minden most volt. Országos versenyek, szólóversenyek, csoportos versenyek, a Pápai Ifjúsági Néptáncfesztivál, társiskolák nagy műsorai, tehát oly mértékben tornyosult össze a teendő és a feladatsor idénre, hogy viccesen azt mondogattuk a tanáriban, hogy nincs olyan diák, aki jobban várná most az év végét, mint mi. A kemény munka meghozta gyümölcsét. Nem csak a versenyekről tértek haza éremesővel a táncosok, nagyon jól sikerültek a gálák, bemutatók is, és természetesen a vizsga is. Horváth Márton a gyarmati Bazsa Rózsa csoportban táncol, nagyon szereti a közösséget és a táncot is. Nagyon szeretek táncolni, és így meg tudom mutatni magamat, hogy mit tudok, és valójában ki is vagyok. A növendékek változatos programmal, szép koreográfiákkal búcsúztatták a tanévet, de azért a nyár sem csak a kikapcsolódásról szól majd, hisz táborok és fellépések is várnak a táncosokra. 40 éves a Vajda Péter lakótelepi óvoda. Ebből az alkalomból tartottak nagyszabású ünnepséget az intézményben az ott dolgozók, az óvisok, a szülők és a meghívott vendégek részvételével. Az 1976. augusztusában megnyílt óvoda 4 csoporttal indult és 100 kisgyermek számára biztosított férőhelyet. Unger Tamás alpolgármester, Csákvári Judit intézményvezető és Becskereki Lászlóné volt tagóvoda vezető is ott volt a pénteki ünnepségen. A 40 éves születésnapon az emberöltőnyi időszakról emlékezett meg a jelenlegi óvodavezető és az alpolgármester. Unger Tamás beszédében kiemelte, az óvoda udvara az összefogásnak, a szülői segítségnek köszönhetően szépült meg. Amikor megépült az épület, akkor az épület az úgy, ahogy volt, az kiszolgálta azokat az igényeket, amelyek akkor felmerültek, de már akkor is lehetett azt érezni, hogy ennél lényegesen több szükséges, és már ott elindult egy nagyon jó együttműködés a szülőkkel, ami mondhatjuk, hogy a mai napig tud tartani. Itt a óvodavezető nekem leírta, hogy akkoriban indult el a parkosítás, akkor indult el az a folyamat, ami az óvodát aztán végül óvodává tette, és egy olyan máig tartó együttműködés alakult ki a szülőkkel, ami kölcsönösen jó irányba tudja vinni az itteni munkát. Ez az óvoda mindig híres volt sokszínűségéről, az óvónők kreativitásáról, magas képzettségéről és befogadó képességéről. 25 éve az országban úttörőként az elsők között önkéntesen vállalta Pápaváros önkormányzata, hogy speciális nevelési csoportot indít az óvodákban, és így segít a sérült gyermekek családjainak. Időközben ez a csoport a Glebensberg intézményfenntartó központhoz került, bár helyileg továbbra is az óvodában működik. Jelenleg 4 csoporttal működik az óvodánk, 100 kisgyerek számára van férőhelyünk, mindegyik csoportunk a városi óvodák programja szerint működik, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a csoportjaink egyformák, természetesen az óvónénik személyisége teszi különbözővé mégis mindegyiket, és 2002 óta a városban egyedül a Német Nemzetiségi Csoport is megkezdte működését. Az ünnepi programban néptánc bemutató szerepelt az óvodások és a Rezeda Néptánc Együttes részvételével. A születésnapi délutánt táncház zárta.
A tanév végének közelettével az iskolák kötetlen programokat szerveznek a diákoknak. A Vörös Sándor általános iskolában a már hagyományos egészségnap keretében ezúttal is változatos foglalkozásokkal, előadásokkal várták a gyerekeket, mozgással, játékkal fűszerezve. Az egészséges életmód kapcsán a nap programjában előtérbe került a táplálkozás, a mozgás, a higiénia is. Az iskolánk arculatához több részen is csatlakozik ez az egészségnap, ugyanis picit az ökoiskolai dolgainkhoz, aztán a természettudományos képzéshez, gondolok itt a helyes táplálkozásra, mozgásra, illetve nagyon szeretnénk tényleg a gyerekeket magára erre az egészséges életmódra nevelni, és különböző példákat mutatni arra, hogy hogyan lehet egészségesen élni. Az osztályok reggel szendvics szépségversenyre készítettek finom falatokat, beszélgettek a vitaminokról és az egészséges táplálkozásról. Nagyon jó, hogy van egészségnap, mert ilyenkor az emberek rádöbbennek arra, hogy nem szabad annyi édességet enni. A délelőtt második felében foglalkozások, előadások várták a diákokat. Az alsósok többek közt relaxálhattak, táncterápiás foglalkozáson vehettek részt, meghallgattak fogápolásra vonatkozó jó tanácsokat, volt kerékpáros ügyességi verseny, valamint közlekedési ismereteiket is gazdagíthatták a gyerekek. A felsősök többek közt személyiségfejlesztő foglalkozásokon vehettek részt, a higiénia történetéről hallhattak előadást, valamint a házi kedvencek ápolásához kaptak tanácsokat. A felsősök és az alsósok is lementek a tornaterembe, ahol asztali teniszbajnokság volt, forgóztak a gyerekek, dr. Áldozó Tamás polgármesterrel is játszhattak, akit ebben a sportban gyermekei is edzésben tartanak. Szerintem ez egy jó játék, érdemes szerintem iskolákba nagyobb terekbe pingpongasztalt kihagyni, mert úgy pingpongasztalt előbb-utóbb elkezdenek játszani a gyerekek, és azért nagyon hasznos, egészséges mozgásforma. Szerintem kicsi a sérülés veszély, testi ütközésre nincsen meg a lehetőség, úgyhogy ez jó játék. Az egészségnapot aztán méta bajnokság zárta. A vörösös diákok egy felhőtlen, testi-lelki töltődést kínáló, kötetlen nappal búcsúztatták a tanévet. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola is diáknappal lazított az utolsó héten. A diákok, szüleik és tanáraik a Malomtónál töltötték a hétfőt, ahol szép környezetben, változatos programokkal töltötték el a délelőttöt. A Szent István nap vidám, kötetlen program, melynek legfőbb célja a közösségépítés. A neve a Szent István iskolánk nevét viseli, tehát utalunk a névadónkra is, illetve azt, hogy itt tanév végén egy kicsit fellélegezve, hogy végre itt az időszaknak a vége, de egy gondtalan, örömteli együttlét, közös programok, közös élményszerzés, egy erősítés a célja. A Szent István napot minden évben megszervezik, változó helyszínen, népszerű program a tanulók körében. Mert ugye a szabadban van, meg sport, meg játékos, szóval nem csak az, hogy tanulunk egész nap, hanem játszunk, meg együtt vagyunk, meg így jobban összekovácsolódik az osztály, nálunk legalábbis. A Malomtó egyik oldalán a felső, a másik oldalán az alsó tagozatosok versengtek. A kékbe öltözött alsósok Apraja falván ügyességi és gyorsasági feladatokat kaptak, a felsősöket is több állomás várta. Van kötélhúzás, célbadobás, szabadulás a labdától című játék, illetve egy totót készítenek. A diáknap érdekessége volt a ragadozó madár bemutató. Aztán a sok mozgásban megéhezett diákokat finom ebéd várta, melyet a szülők és pedagógusok együtt főztek. Nagyon kellemesen meglepődtem azon, hogy ennyi szülő el tudott jönni így hétköznap, annak ellenére, hogy mindenki dolgozik, mindenki a maga dolgait csinálja, mégis rá tudták szánni az időt arra, hogy a gyerekeikkel és a gyerekeknek a pedagógusaival legyenek. A katolikus iskola diákjai kora délutánig maradtak a Malomtónál. Kacsavadászat, nyúlmentés, lófuttatás, tojásgurítás, trükkös bringán biciklizés. Többek közt ilyen érdekes tevékenységekkel gyűjthettek jutalompontokat a gyerekek és szüleik az osztályok számára meghirdetett pontgyűjtő versenyben. A Tarci iskolában évzáró kerti partit tartottak pénteken a diák önkormányzat szervezésében. Több éve Tarci partival zárja a tanévet az intézmény. Valójában ez egy tanítás nélküli diákönkormányzati nap,
melyen versenyezni hívják az osztályokat. A gyerekeknek délelőtt ma nem kellett iskolába jönni, hanem délutánra invitáltuk őket, 3 órára hívtuk, és nem csak őket, hanem a szüleiket, hozzátartozóikat is, hiszen egy közös játékra invitáljuk a családokat. 26 helyszínen 30 féle játékkal várták a pedagógusok a gyerekeket és a felnőtteket a Tarci napon. Vannak ebben már tavalyi vagy tavaly előtti években is működő játékok, például a frisbee, hullahopp karikázás, lengőteke vagy ugráló kötelezés, de tudnak pingpongozni, kosárra dobni a tornaterembe, itt az udvaron röplabdázni. Hát a mai alkalom egy kicsit nehézkesebb, mert eddig még mindig jó időnk volt, de készültünk erre az esős, csapadékos, csepergős időre is, úgyhogy tanterembe visszük be ezeket a játékokat. Vince Lili, 3. osztályos kislány, barátnőivel közösen vett részt a programokban. Itt éppen ugrókötelznek a Tarci napon. Sokat ugráltunk. Az ugrálókötelezésben, de bármit csinálhattunk, bármilyen fajta ugrálókötelezést. 1 percen át kellett ugrálókötelezni, igen. Tetszik egyébként ez a mai nap? Igen, nagyon. Azért, mert sok dolgot lehet kipróbálni, és ami nagyon megy, azt többször is megcsinálhatod. Újdonságokat is tartalmazott az idei diák önkormányzati nap. Sokféle fajátékon lehetett játszani az iskola épületében, a tornateremben pedig trükkös bringán lehetett bicajozni, bár ez nem volt könnyű feladat. Az egyik osztályban a gyermekmentő szolgálat munkatársai az internetezés veszélyeiről tartottak előadást a szülőknek, akik a részvételért 10 ponttal gyarapíthatták az osztály pontkasszáját. A legtöbb pontot összegyűjtő osztály jutalmul strand vagy kastélybelépők, illetve mozi jegyek közül választhatott. A Tarci partin kiderült az is, hogy a Mondj igent a biztonságra program keretében a prevenciós fali újságkészítési versenyben a Tarci Lajos általános iskola ért el 1. helyezést. Jutalmul az intézmény oklevelet és játékokat kapott a rendőrkapitányságtól. A rendszerváltás óta minden évben június 16-án megrendezi az önkormányzat Pápaváros napját. Történik ez annak emlékére, hogy 1848. június 16-án választották meg az első szabad pápai önkormányzatot. Ebben az évben csütörtökön lesz a városnapi rendezvény. Délután a Városházán ezúttal is egy tanácskozással kezdődik a program. A Pápavárosnapi konferenciáknak sokféle témája volt már. Emlékeztek a városépítő gróf Eszterházy Károlyra, vagy például a helyi ipartörténetre. A csütörtök délután 4 órakor kezdődő városnapi tanácskozáson a településünkre jellemző demográfiai folyamatokat tekintik át. Ez közismert, hogy Magyarország népessége fogy. Ez a népességfogyás egyrészt a kevés születés sok halálozásnak az eredményeképpen tapasztalható, másrészt pedig sok településről az elvándorlás is csökkenti a lakosság számot, illetve pontosabb talán, hogy úgy fogalmazok, hogy a vándorlási veszteség. Mi azt gondoltuk, hogy sok helyi vitának az alapja a demográfiai folyamatokra való hivatkozás, hogy ne pusztán tapasztalati számokról vagy tapasztalatokról beszéljünk, ezért a tudomány eszközeit és a tudomány álláspontját hívjuk segítségül. Több előadás is elhangzik csütörtök délután a Városházán. Az egyik a Pápa térségi demográfiai folyamatokról számol be a népszámlálások tükrében az 1980 és 2011 közötti időszakra vonatkozóan. Egy másik Pápaváros demográfiai és munkaerőpiaci helyzetét fogja taglalni. Ezeket az előadásokat a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai tartják. Ezután Pápaváros népessége a 17. század második felében címmel ifjú Herman István megyei levéltárigazgató fog előadást tartani. Önmagukban lehet, hogy a demográfiai folyamatoknak a vizsgálata az egy száraz, unalmas dolognak tűnik, de én azt gondolom, hogy a demográfiai változások mögött rengeteg minden meghúzódik. Történelmi folyamatok, szociális helyzet, munkaerőpiaci folyamatok, magyarán mindaz, ami egy város életét, vagy akár egy régió életét meghatározza. Éppen ezért én arra hívom a pápaiakat, hogy minél nagyobb számba
jelenjenek, megjöjjenek el ennek erre a konferenciára. Meggyőződésem, hogy sok érdekes összefüggést fogunk majd itt megismerni. A konferenciát délután 4 órától a Pápavárosi Televízió is közvetíti, a program Pápaváros honlapján, a Pápama hírportálon és a Pápavárosi Televízió honlapján lesz látható. Pápaváros napja hagyományosan a gróf Eszterházy Károly tiszteletére megtartott szentmisével, majd az Eszterházy szobornál mécses gyújtással fog zárulni. Holnap számíthatunk záporra, zivatarra, jöjjön az időjárás jelentés. Szerdán ismét több helyen kialakulhat eső, zápor, zivatar, hosszabb napos időszakok kezdetben keleten, délután inkább nyugaton, délnyugaton lehetnek. Feltámad a nyugati, délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Nézzék majd holnap is a híradót. Várjuk Önöket. Viszontlátásra!